Kedves nézőink, a Auckland községhez tartozik Homorod Karácsony falvon. Több csodái között van egy nagyon érdekes emlékműve, amelyet Erzsébet hercegnőnek a tiszteletére emeltetett Nagy Sándor lelkész. Az egyik érdekessége ennek az emlékműnek az, hogy Vietnámból érkeztek ide zöld színű, zöld fényben pompázó márványok. Kedves nézőink, auckland-i látogatónk folytatódik. Kérem, tartsanak velünk ezúttal is, mert megéri. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Honnan érkezett ide? Szegedről érkeztem. Hányadik alkalommal vannak itt? Először vannak itt Aucklandon? Itt? Igen. Még nem voltunk sose. Lővét én viszont 6-7 évvel ezelőtt már voltam, ott is csak egy ilyen egynapos kiránduló napon. Azért jöttünk, mert láttuk, hogy szépen süt a nap, s a vendéglátónk mondta, hogy azért mégis nekem szenvedélyem a természet, az erdő, azt mondta, hogy na akkor úgy autókázunk, hogy gyönyörű erdő legyen, patak legyen, Mária, és útközben majd, amit érdemes, amit találunk, azt megnézzük, és ezt találtuk, és megnéztük. Ez a véletlen műve, ők tudták, tehát tőlük már hallottam, hogy megmaradtak a templomban, a régi templom freskóinak a részei, érdekelt bennünket, van mint gondolkodnom, hogy maradtak meg ennyi ideig azok a szívet, mivel festették. Úgyhogy majd elgondolkodom rajta. Tehát a Homorod Karácsony falvi templomban vagyunk. A 13. század második felében épül a templom kelet-nyugati tájolással. A templomnak a szentély része megmaradt eredeti formájában, méretében. A templomhajú fal koronáját emelik meg a 17. században, bizonyára károsodott a mennyezet, és azt újra kellett építeni, készíteni, és ezért kazettás mennyezetet készítenek 1752-ben. A torony a 15. század végén 1496-ban épült, később magasítják a tornyot az 1800-as években, és ma ebben az állapotban, ebben a szépségben látható a templomunk. Az 1960-as évek elején, amikor vezetik a villanyt, bevésnek a falba, és akkor figyelnek fel, hogy színes törmelékek hullanak le, és ebből következtettek, hogy freskó festmények vannak a vakolat alatt. Aztán szondákat nyittanak, 1990-ben, majd később 2005-ben, és 2006-ban tárják fel a falképeket. Három falkép látható. Ezek a falképek különböző időben lettek festve. A legkorábbi a szószék mögötti falkép Jézus születését ábrázolja. Ez a 14. század első felében festetett, utána a 14. század közepén a Szent László freskó és a királyok hódolata
a 15. század végén lett festve. Lászlót, amikor csatába indul, hadakozik a kunok ellen, akkor harci öltözetben festették, és a birkozási jelenettől teljesen más öltözetben látható. Nagyon jó állapotban maradtak meg ezek a falképek. Amint említettem, a kazettás mennyezet 1752-ben készült. Nem ismerjük, hogy ki készítette, nem tudjuk, de restaurálva lett a kazettás mennyezet. 2006-ban bontották le, és szováltán restaurálták. Sokat vívultunk azon, hogy hogyan lehetne restaurálni, amikor idejöttem Karácsonyfalvára 2000-ben, nagyon meg volt kopva. Jártam Csíkszeredába a műemlékvédelemhez, és ott azt tanácsolták, hogy amennyire az egyházközségnek pénze van, anyagi alapja, úgy lassacskán ezt tudjuk restauráltatni. Mihály Ferencet ajánlották, egy nagyon képzett. Aztán valaki érkezett 2005-ben Budapestről, aki innen nősült Karácsonyfalváról, és ő jött azzal a javaslattal, hogy feltárnák a freskókat. Én akkor mondtam, hogy nekünk sokkal fontosabb a kazettás mennyezetnek a restaurálása, mert az van nagyon megkopva a freskók. Ezek a falképek, amilyen állagúak a vakolat alatt, ott még maradhatnak, nem lesz bántódásuk. Na azt mondta, akkor erre is előteremti a szükséges anyagi részt. Bejegyeztettek Budapesten egy alapítványt, Homorút Karácsonyfalváért alapítványt, és ez az alapítvány járult hozzá, hogy fel lehessen tárni a falképeket és restaurálni a kazettás mennyezetet. Hogyan látja itt a közösséget? Én ezt a közösséget nagyon tisztelem és szeretem, és jól érzem magam ebben a közösségben. Hála Istennek, templomban Isten tiszteletre szépen járnak, és hogyha valamilyen közmunkáról van szó, ha megszólítjuk az embereket, akkor jönnek szívesen, akár a templom javításról van szó, vagy a lelkészi lakás környékén, vagy az egyházközség más területén is. Ha munkáról van szó, akkor jönnek és szívvel, lélekkel az egyház mellett állnak. Itt Oakland községben van egy olyan egyesület, hogy Dongó Egyesület. Hogy alakult? Miért pont ez a neve? 2004-ben alakult a Dongó Kulturális Egyesület, és azért vettük fel ezt a nevet, mivel a falutól nem messze található a valamikor is híres volt a Dongó feredő, amely gyógyhatású víz, reumatikus panaszokra, nőgyógyászati panaszokra, és nagyon, nagyon sokan messziről is eljöttek, és itt gyógyultak meg leírások szerint. A báznai vízhez hasonlít az összetétele. Jó, hogy ez időközben sajnos nagyon tönkrement, de 2006-ban a budapesti fiatal Ásztrópia Alapítvány fiatal építészei beveszik a fürdőépítők kalákába, és amikor Csíkszeredába befejezik a barátok feredőjét, akkor eljönnek Homorót Karácsonyfalvára, és a híres Dongó feredőt felújítják. Hát máshol van, nem a régi helyén, de azóta is nagyon sok látogatót ide vonz. És akkor úgy gondoltuk, hogy ez így lenne szép, mert gondolkoztunk, először adtuk, hogy szelíd gesztenye, mivel ugye van egy másik nagyon érdekes, tehát a szelíd gesztenye ültetvény, de végül aztán a Dongóra, ez ilyen egyedibb Dongóra döntöttünk, és 2004-től így van, hogy a Homorót Karácsonyfalvi Dongó Kulturális Egyesület. Milyen tevékenységi köre van? A Dongó Kulturális Egyesület próbálja a faluban megtartani a hagyományokat, feleleveníteni, felvállalja a kulturális tevékenységeket, tehát széles körűen tevékenykedik. Van egy amatőr színjátszó csoportunk, nem fiatalok, hanem már idősebbekből áll.
van egy fiatal tánccsoportunk, és azért a falu életében mindenütt ott vagyunk, ahol ránk szükség van. Ha Kalákába, ha bármilyen szervezésbe, kulturális téren is, meg szociális téren is, úgyhogy ezzel próbáljuk a falut fejleszteni. Hogyan látja a Homorod Karácsonyfalvi közösséget? A Homorod Karácsonyfalvi közösséget én nagyon lelkesnek látom, és megmondom miért. Én már egy jó pár évem, tehát ugye van egy ilyen mondás, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Na hát én ezt teljesen megcáfolom, de ez csak az én véleményem, mert 2000-ben, mikor ide kerültünk, akkor láttam, hogy eléggé ki van égve, tehát semmiféle mozgalom nincs, és elkezdtem érdeklődni, hogy mi lenne, hogyha egy színjátszó csoportot létrehoznánk, vagy mi lenne, hogyha egy kórus szerveznénk, és azt mondták, ezt lehetetlen. És most már ennyi év után is be lehet bizonyítani, hogy igenis lehet, és nagyon lelkesen lehet. Mert addig, ameddig az emberek jó szántukból eljönnek a téli próbákra, félreteszik a munkájukat, vagy bármilyen rendezvény megszervezésére jönnek, tehát csak szólni kell, hogy na, két hét múlva lesz egy fesztivál, vagy lesz egy rendezvény, itt vannak, kiveszik a részüket, és ezért fizetség nem jár, tehát ez ilyen önkéntes munka. Tehát szükség van rá, és értékelik. Ezt mutatja az is, hogy az idén lesz 11. alkalommal megszervezve a Szelíd Gesztenye Fesztivál, ami már elég híres kezd lenni. Január utolsó szombatján szoktuk szervezni a hagyományőrző farsangi lakodalmast, amit itt megjegyzek, hogy tehát mi falu viszonylatban szervezzük, nem a nagyvilágnak, hanem a falu emberei, falu lakósainak, és a közebéden 150-en szoktunk részt venni. Tehát azt jelenti, hogy van rá igény, és várják az emberek. Ugyanígy a fesztivál is tükrözi, hogy van rá igény, és várják, mert már szeretteiket hazahívják, úgyhogy szükség van ezekre. Hogyan látja a jövőjét a közösségnek? Én derülátó vagyok, tehát én úgy látom, hogy jó, hogy egy idősödő faluról beszélnek, de elég sok fiatal van azért itthon, és tehát ameddig az embereknek szükség van a kultúrára, és ebbe bekapcsolódnak, addig én úgy látom, hogy ennek lesz jövője. Elég szépen haladunk, tehát már mikor 11. alkalomról beszélünk, akkor azt jelenti, hogy valami nagyon jól elindult, tehát egy-két év után nem állt le. Úgyhogy én büszke vagyok a közösségre és az Egyesület minden egyes tagjára. Várbük közbirtokosság elnökével beszélgetünk, és először is mit jelent az, hogy közbirtokosság, és mit érthetünk Várbük közbirtokosság alatt? Hát a Várbük közbirtokosság régen alakult, tehát most az államosítás után, ahogy visszakaptuk, ugyanúgy Várbük nevet kapta, ez az alapján jegyeztettük be, meg a közbirtokosságok, a székely népnek a tulajdonát képező erdők legelők tulajdonai voltak. Most jelen pillanatban mi tartozik a Várbük közbirtokosság? A Várbük közbirtokosság a Homorodújfalvi közbirtokosság, amihez 550 hektár terület tartozik, aminek fele erdős terület, tehát körülbelül 250 hektár erdő, és fele legelő. A legelőnk a Hargita megyei részen van, az erdeink pedig a Brassó megyei részen. Mi a különlegesség ennek a területnek? Hát a különlegessége, érdekessége az, hogy az erdős területeink, Fekete-tó nagyon szép vidék, Rigától déli irányba, a Persánynak, az északi Persánynak a délkeleti részén helyezkedik el.
Mondál kövezik, a Réka királyné is írja, Attila vára, a Kustaj vára nem messze van a mi területünktől, szép tölgyeseink vannak, bükkösök. És van egy érdekes árok, mert miközben jöttünk errefele, akkor láttuk azt, hogy van egyfajta árok, tehát hogy... Igen, van egy védelmi árok, ami végigmegy a mi területünkön, pontosan a területünk határán. A kakas borozdának is hívják, állítólag 100 kilométert már felfedeztek belőle, ami ugyancsak a Persány hegység gerincét követi észak-déli irányba. Lehet, hogy egyelőre nem lehet tudni konkrétan. Még pontosan nem tudják, állítólag bronzkori maradványokat fedeztek fel benne, égett fákot valamikor, a védelmi árkok biztos katonai szolgálatokat, katonai célra építették valamikor, viszont nagyon nagy energiát fektetettek be úgy a megépítésére, mint a valamikori rendbetartására. Ugyanezken a területeken, de ha nem mondom, akkor tessék kijavítani, hogy van egyfajta vadászati lehetőség is itt, Okland. Persze, van a Okland község, tehát oklandi vadászcsoport, ami a Székelyudvarhelyi Nagykükülő Vadásztársasághoz tartozik. 3000 hektáron van a vadászterületünk, ami a lövételyekkel, a lövételyi vadászterülettel alkot egy vadászterületet, összesen 16000 hektár, amiből 12900 a lövételyeké, meg 3000 hektár a mi területünkön van. Ide tartoznak Karácsony, Homorod Karácsonyfalva, Okláncs, Homorod Újfalvi területek. Hogy lehet itt vadászni? Tehát gondolom, hogy vannak szezonális. Persze vannak. Tehát inkább beszélnék arról, hogy mik a vadászható vadfajink. Nagy vadaink vannak, medve, szarvas, őz, róka, farkas, ritkán hiúz is van a területen. Ezek vadászhatók. Például kilövési keretek szabályozzák a vadállományból való kilövést, szelektálást. Minden második évben van egy medveengedélyünk, tehát azt jelenti, egy évente egy fél medve. Úgy osszuk el a vadászterületen, hogy egyik évben a lövétei csoport löveti ki a medvét, a másik évben pedig az oklandi csoport. Szarvasbikánk évente van egy szarvas tehén, ami kilövésre kerül, őzbak, 5 őzbak. A róka korlátlanul lőhető, és a vaddisznóból pedig 20 vaddisznó lőhető évente. A medvékkel vagyunk egy kicsit gondban, mivel most úgy tűnik, hogy elszaporodtak meg, mintha szocializálódtak volna, bejárnak a falukba. Éppen tegnap előtt a Újfaluba egy méhkaptárt, egy fél méhészetet tettek tönkre. Úgyhogy most, amikor sok az eleség, meg a takarmány, bejárnak a termőföldekre, gabonákat esznek, elég nagy károkat csinálnak a terményekben. Kedves nézőink, Oklandon rengeteg csoda van. Az egyik közülük pont itt van ez a tölgy, amely közel 500 éves, 4,5 méter kerülete van. Kedves nézőink, ha kíváncsiak ezekre a csodákra, kérem, látogassanak el ide. Addig is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, a legközelebbi viszontlátásra!